A több válogatott játékos felvonultató dobogó esélyes Debrecen ellen kezdte a bajnokság második körét a Kisvárda. Az első fél idő kevés gólt hozott, egy-két találattal rendre a vendégek vezettek, 30 perc játék után 9-11 volt az állás. A második fél idő elején hamar kiegyenlített a házigazda, majd folytatódott az üldöző verseny. Negyed órával a meccs vége előtt két góllal ellépett a Kisvárda, de ez csak átmenetinek bizonyult, fordítani tudott a Debrecen. 20 másodperc volt hátra, amikor Radojevic 7 méteresből egyenlített. Jöhettek a vendégek, és Vámos Petra 2 másodperccel a végső dudaszó előtt kilőtt a bal felső sarkot, megszerezve csapatának a győzelmet. Tudtuk jól, hogy nagyon nagy csata vár ránk, tehát teljesen mindegy ebben az esetben a Kisvárda és a Debrecen találkozóin, hogy melyik csapat, melyik, hol szerepel, hol helyezkedik el a tabellán, ez mindig egy rangadó. Erre számítani is lehetett. Egy nagyszerűen felkészített csapat ellen küzdöttünk meg nagyon izzadságszagon a 2 pontért, és tényleg azt kell mondanom, hogy a végjátékban lehet azt mondani, hogy szerencsével sikerül innen elhoznunk a 2 pontot, viszont a lányok nagyon nagyot küzdöttek. A hazaiak edzője talált pozitívumokat csapat a játékában, de csalódott volt az utolsó pillanatokban elveszített pont miatt. Az egy pontra talán rászolgáltunk, és megérdemeltük volna, de hát a sportban ilyen nincs. Azt gondolom, hogy azt viszont nyugodtan állíthatom, hogy egy számomra értelmezhetetlen és felfoghatatlan felfogású játékvezetéssel találkoztunk a mai napon. Nem értettem a koncepciót benne. Azt gondolom, hogy az első fél időben a támadó játékunkkal lőtt 9 gólunk az kevés volt, de a második fél időben megtaláltuk azt a felállást, illetve azt a fajta játékot, amivel eredményesek lehetünk, és jól reagáltunk a helyzetekre, az adódó szituációkra, megfordítottuk a mérkőzést, talán 18 gólt öltünk a második fél időben, az azt gondolom, hogy rendben volt, védelemben is küzdöttünk, voltak hibáink, de azt gondolom, hogy a kulcsszituációkban, amikor nagyon fontos momentumok voltak, akkor a Petrával nem tudtunk mit kezdeni. A válogatott irányító végül 9 gólig jutott úgy, hogy az utolsó 5 debreceni találat az ő nevéhez fűződött. Ennek ellenére Vámos Petra nem volt teljesen elégedett csapat a támadó játékával. A védekezésünkkel és a kapott gólok számával nagyjából elégedettek lehetünk, viszont a támadó játék többször is döcögött, illetve abból gyors gólokat is tudtunk kapni. Én is a küzdést tudnám kiemelni, hogy akárha a Kisvárda tudott ellépni, vagy döntetlen volt az állás, nem roppantunk meg, és végig küzdöttünk. Tényleg nagyon örülök a 2 pontnak, hiszen nagyon-nagyon értékes ez a számunkra. A 14. forduló további eredményei a következők. Győr Siófok 40-26, Mosonmagyaróvár Ferencváros 31-34, Vác Érd 34-31, Budaörs MTK Budapest 28-28, Albafehérvár Vasas 27-20 és Szombathely Dunaújváros 28-33. A tabella élén a 28 pontos Győr áll, megelőzve a 24 pontos Ferencvárost. A 13 pontos Kisvárda a 7. helyen állva utazik szombaton a 8. Siófokhoz.